Harmadszor is ezúttal hosszasan remegett a német kancellár. Angela Merkel szerdán a finn miniszterelnök tiszteletére rendezett katonai fogadáson rászkódott. Egy német portál szerint a roham több mint egy percig nem csillapodott, és egész testét átjárta. Merkel viszont csak mosolyogva legyintett. Jól vagyok. Már korábban is mondtam, hogy ez a javulási szakasz Zelenszkij elnök katonai fogadtatása után. A jelek szerint nem fejeződött be teljesen, de van előre haladás. Egy ideig ezzel kell élnem. Viszont jól érzem magam. Senkinek sem kell aggódnia. A nyilvánosság előtt a 64 éves kancellár egyszer a német államfő jelenlétében reszketett. A tünetek először az épp csak beiktatott ukrán elnök fogadásakor jelentkeztek. Szóvivője azt üzente, hogy Merkel egészségi állapotával kapcsolatban nincs mondani valója. Ne aggódjanak, jól vagyok. Ezt mondta délután Angela Merkel egy sajtóértekezleten, miután az újságírók többször is rákérdeztek egészségi állapotára. És azt is világossá tette, hogy a kormány irányításának a képessége nem csökkent. Eközben egyre több aggodalom is talán jövezi Merkel remegését. A kancellári hivatal azt állítja, hogy minden rendben, de a találgatások és mendemondák mind gyakoribbak. Ezzel párhuzamosan sokan azt mondják, hogy Merkel egészsége magánügy, amihez a nyilvánosságnak semmi köze. Jessica Salz für Euronews aus Berlin.